A négy ladányi kézilabda csapat közül az ifjúsági harmadosztályba benevezett lányok rajtoltak elsőként az idei szezonban, akik hétközben a pirosmezes DVSC 3 ellen próbáltak szerencsét. A meccs érdekességét az adta, hogy a vendégek kispadjánál az a Borók Rita foglalt helyet, aki annó püspökladányból indulva a DVSC játékosaként egészen a válogatottságig vitte. A találkozó elején a mezőnymunkát tekintve csöppet sem tűnt jobbnak a debreceni gárda a mieinknél, sőt, Károlyi Orsiék abszolút partiban voltak ellenfelükkel. A két együttes között azonban volt egy lényeges különbség, méghozzá a támadójátékban. Azon túl, hogy lányaink nagyon sok zicsert elhibáztak, nem kevesebb, mint 8, azaz 8 hétméterest hagytak ki, s ez bizony döntőnek bizonyult. A 22-18-as 4 gólos debreceni győzelem ennek tudatában különösen bosszantó volt. Hétvégén aztán a fiúk következtek. Mindkét csapatunk a Sáros Patakot fogadta az ifjúsági, valamint a serdülő harmadosztály északkeleti csoportjának nyitófordulójában. Ez ugyebár csak úgy, mint a lányok meccse, MB2-es szintnek felel meg az utánpótlás pontvadászatban, s mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy hol is tartanak játéktudásban a kóti tanítványok. Nos, ez az első igazi erőfelmérő nem volt rossz. Olyannyira nem, hogy az ifi meccsen végig látványos, magabiztos játékkal rukkoltak elő a kóti legények, s már a félidőben 10 góllal vezettek. Így a folytatásban mindenki játék lehetőséghez jutott, aminek eredményeként nem nőtt tovább a különbség, ám a 27-17 arányú győzelem több mint biztató a jövőre nézve. Ráadásul ezt követően még a kicsik, a serdülők is nyertek 22-21-re, azaz jól sikerült a fiúk bajnoki rajtja.